Sok szeretettel köszöntjük a megjelenteket a Deák Ferenc utca útépítési és útfelújítási átadó ünnepségén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő urat, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkárát, valamint Marton Józsefet vasat polgármesterét. Ezúton is köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, köszöntöm Önöket. E, azt gondolom, hogy egy település életében mindig fontos dolog az, hogy fejlődjön, fontos dolog az, hogy előre haladjon. Különösen igaz ez, ha mi térségünkben itt Pest megye kicsit elhanyagolt, évtizedeken át elhanyagolt részén, Dél-Kelet Pest megyében. Ugye jól tudjuk azt, hogy már a rendszerváltás előtt lemaradtunk, akár az ipari fejlesztéseket nézzük, munkahelyek fejlesztését nézzük, de közlekedési infrastruktúrában is, és hát nagyon-nagyon sok mindent kell, kellett bepótolnunk, és jó úton haladunk nekünk. Ebben a térségben nagyon sokat segít a Magyar Falu Program. A Magyar Falu Program, amelynek célja az, hogy a 5000 lakosnál kisebb lakosságszámú települések olyan szolgáltatásokat, olyan környezetet legyenek képesek nyújtani, amely nem feltétlenül jó szó vagy fogalom az, hogy versenyképes a nagyvárosokkal, hanem alternatívát képes adni a városi élettel szemben. Hiszen nem várhatjuk az sőt, nem is lenne jó az, hogyha a falvaink kis településeink, vagy akár csak a kisebb városjaink úgy működnének, mint a nagyvárosok, mint egy világváros. A vidéki életnek az a lehetőségeit, a megélhetési lehetőségeit, a kikapcsolódási lehetőségeit, egyáltalán a, a szabad levegőt, a környezetet, azt nem szabad elveszítenünk, azt meg kell őriznünk. Viszont olyan közeget, környezetet kell teremtenünk, ami értékessé teszi a mi településeinket, és érdemes. Legyen itt élni, és én úgy gondolom, úgy érzem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt jó néhány évben, különösen az elmúlt tíz évben olyan fejlődés indulhatott el Cséfharaszton is, de a szomszédos településeken is, ami, ami bizonyítja azt, illetve segíti azt, hogy az itt születők szívesen maradjanak itt, szívesen éljenek itt, és hát a, a gyakorlat is azt mutatja, hogy egyre többen költöznek a térségünkbe, ennek minden előnyével és minden olyan feladatával, amit a következőkben kell megoldanunk. Azt szerintem egy különösen jó dolog, hogy az útépítéseknél eljuthattunk oda, hogy a döntő részén, a, a választókerületnek a belterületi utak nagy része, a legnagyobb forgalmútak, azok szinte minden településen már aszfaltosak. Jó néhány olyan település van, ahol minden út aszfaltos. csévharaszt is elmondhatja magáról, hogy minden belterületi útja ahol, ahol közlekedés folyik az aszfaltos, és ezzel egy időben részben a Magyar Falu programban, részben egyedi kormány támogatással, részben a belügyminisztérium pályázataival tovább folyik ez az út, út megújítási, útépítési program, és az állam, az állami kezelésű Kül külterületi vagy településeket összekötő utakat is felújítja. Jelen pillanatban is a választókerületben 7 helyen folyik településeket összekötő utakkal kapcsolatos munka. Megjött a jó idő, elkezdődnek ezek, és elmondhatjuk azt, hogy az év végére, a jövő év derekára minden olyan Egyébként kirívóan e, rossz állapotot, magánviselő, 20-30-50 éve e, nem javított e, állami kezelésű út is e, megújul. Tehát nem csak a településen belül, nyilván ez is nagyon fontos, de nem csak a településeken belül, hanem a, a településeken kívül, a településeket összekötő utakon is komoly javulás lesz. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki használja az utakat, ez, e, ennek körül, bár úgy gondolom, itt a az ellen példa is jelen van, mert valószínűleg a lovak kevésbé örülnek, hogyha ezen az úton kell a patájukat koptatni, de nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy az úthálózat megfelelő állapotba kerüljön, és utolértük, és azt mondom, nyugodtan mondhatom, hogy utolért, utolértük Pest megyének az átlagát, sőt, sok tekintetben jobbak vagyunk. A Magyar Falu program folytatódik, továbbra is lehetőség lesz, a településeknek pályázni mind az önkormányzati intézmények megújításában, mind a közlekedési infrastruktúra segítésében. És hát ezen túlmenően ugye a, nagyon sokan vették igénybe a különböző település üzemeltetést segítő gépekre szolgáló pályázatot, és hát jó néhány civil szerveződés, civil szervezetet, valamint egyházakat támogató pályázat is sikeres volt, és ezek folytatódnak. És ebben ez a lényeg, hogy ezek folytatódnak, a keret ismert, tehát mindenki tervezhet. Ha az egyik évben az egyik program nem sikerült, mondjuk a játszótérépítés nem sikerült, vagy vagy éppen abban az évben a, a, a bölcsöde felújítása nem sikerült támogatást szerezni. Biztos lehet abban, hogy az elkövetkezendő egy-két évben a következő pályázatnál erre van esély, lehet tervezni, lehet ö, számítani arra, hogy továbbfejlődnek ezek a közösségek. Csévharaszt, alföldi település, de mégis ö, gyönyörű környezet veszi körül, vagy hát nem is biztos, hogy jó ez a jelzőszerkezet, hogy mégis, hiszen, hiszen egy gyönyörű erdő veszik körül a települést, egyre többen fedezik fel, egyre több turista, egyre több kiránduló jár ide, az itt élők dolgosak, és én úgy gondolom, hogy szívesen is fogadják az ideérkezőket. Én gratulálok polgármester úrnak az elért eredményekhez, és bízom abban, hogy tovább fejlődik Csévharasz, mint ahogy tovább fejlődik a térség összes települése is. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, és köszönöm szépen Pogácsás Tibor országgyési képviselőnek és államtitkár úrnak a beszédét. Csévharaszt esetében ugye azt kell tudni, hogy én örömmel, fogal, örömmel tölt el, mint polgármesterként is, mint cséfraszti lakosként is az, hogyha valami épül. Mert ha valami épül, az azt jelenti, hogy a településen nem csak a mára gondolunk, hanem a jövőre. Mert ugye amikor valamit felépítünk, azt nem csak a ma nemzedéke fogja használni, hanem a jövő nemzedéke. Ezért fontos az, hogy, hogy előre is gondoljunk, a jövőre is gondoljunk, és olyan fejlesztéseket valósítsunk meg egy településen, ami hosszú távon a település érdekét szolgálja, hosszú távon biztosítja a településen azokat a szolgáltatásokat, amivel a lakosok jól érzik magát, magukat a településen, és magukénak érzik azt, hogy igen, itt Cséfaraszon is jó életszínvonalon lehet élni, megfelelő szolgáltatásokkal, megfelelő körülményekkel. Amikor ugye egy építés zajlik, az minőségében is. Pont ennek okán hosszú távra kell, hogy tervezzünk, és ugye az út is egy fontos eleme a közlekedésnek, összekapcsolja régiókat, településeket, országokat, megyéket, és ezért fontos az, hogy megfelelő legyen megtervezés megépítve korábbi időszakról így gondolva, amikor így jártam például a, vasúti hídépítéssel foglalkoztam, ott mindig azt mondták a szakemberek, hogy amikor egy hidat tervezünk, az 50 évre tervezzük. Tehát amikor a tervező meg a mérnök elkezdi ezeket a hídterveket megrajzolni, abban az esetben ő ugye arra számít, arra kalkulál, arra méretezi az acélszerkezetet, a mechanikai vizsgálatok során is olyan méretezés csinál, hogy ez hosszú távon, akár 50 évre is működő legyen az a híd, és stabilan álljon utak szempontjából itt Cséfaraszton nincsenek folyóink, amire hidat kéne építeni, viszont a, a, ezek az összekötő utak, még ha a méretében és egy ilyen, az a jelenlegi út is nagyságában nem érhető egy, akár egy autópályával vagy egy nagyobb úttal, mégis egy fontos összekötő eleme, egy fontos kapcsa a település egyik része és a másik része között. Már több mint 15 éve terve volt, hogy ezt a szakaszt aszfaltozással meg legyen építve, ez akkor ugye elmaradt, viszont most az elmúlt időszakban ö, akár a település szerkezetének a változása, a beköltöző lakosok miatt, a forgalom változása miatt indokoltá vált az, hogy mindenképpen ez a rövid földutas részt is megépítésre kerüljön. Az tudni kell Cséfalaszon egy hosszan elnyúló település, ö, lényegében a belterület két széle között 5 kilométert eléri a távolság amit ö, ö, át kell hidalni, úgymond, és ö, erre eddigi csak a Kosutla és utcánk, mint egyetlen egy aszfaltos út szolgálta, hogy a település két része között kapcsolat aszfaltos úton létrejöjjön. Ez a ö, 200 méter hiányzott ö, az útból, hogy aszfaltos legyen, hogy így legyen még egy kapcsolattal a település két része között, és ez így a település szélén is egy új fejlődésnek induljon, egy új, új lehetőségeket nyisson itt a település, település szélén lakók részére is, és egy új közlekedési ö, ö, tehát irányt váltson, hogy akkor nem csak a főutcán lehet közlekedni, hanem itt a település szélén. És ne felejtsük el, hogy amikor utat építünk, nem csak az autósokra kell gondolnak, hanem a kerékpárosokra is. Ezzel az úttal, hogy itt most már nem a homokba kell süppedve át ö, menni kerékpárral ezen a szakaszon, akik így ö, dolgozni járnak például az, a, a nyáregházi út mentén lévő telephelyekre, most már ezen az úton és elkerülve a Kossuth utcának a forgalmát, tudnak kerékpárral itt is közlekedni, és a nyájtházi úton keresztül eljutni a munkahelyekre. Cséfaraszt esetében tehát na, hiába, mégis mondom, egy kis szakaszról van szó, szóval mégis egy fontos ember volt ennek a beruházásnak. Az, hogy ez létrejött, az nem megy egyik napról a másikra. Tehát ugye kell az, hogy itt egy terület rendezés kellett, tulajdonviszonyokat kellett rendezni, kellett tervező hozzá, kellettek engedélyek hozzá, és kellett egy olyan magyar kormány, aki a Magyar Falu programmal létrehozta azt a támogatási formát, ami alapján Cséfaraszt is támogatást kapott erre az útépítésre. Ugye azt kell tudni Cséfaraszt esetében, hogy annyi a, a, ezzel a 2010 óta a jelenlegi kormányjal olyan irányváltás történt, hogy mi korábban a településnek ö, hitelre volt szüksége arra, hogy utakat építsen, most a magyar falu programmal nem a hitel, hanem a támogatást kapjuk meg, amiből ugyanúgy a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani. Ugye, bármilyen gazdasági helyzet is van, a hitel az soha nem egy jó dolog, az mindig egy szükséges rossznak mondható, ami egy kényszer megoldás, hogyha nincsen fejlesztése pénzünk. Viszont a Magyar faluprogram az elmúlt évek ezt a lehetőséget biztosította, hogy a Cséfaraszton is olyan beruházásokat hajtsunk végre, amire nem volt saját forrásunk. Úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk megköszönni mind a magyar kormánynak, és mind Pogácsás Tibor országisi képviselőnek, aki Cséfaraszton farasztot is szívén viseli, és ö, közös munkával létre tudtuk hozni ezt az utca, ezt a aszfaltos utcakat is. Úgyhogy én bízok benne, a jövőre nézve is vannak ö, lehetőségeink, és ahogy elmondta államtitkáról, lesznek is lehetőségeink, vagy a Magyar Falu program az továbbra is biztosítva lesz, mert, ö, és így Cséfaraszt is készíti a terveket, és készülünk a jövőre. Mert úgy gondoljuk, hogy az egy Cséfaraszt ö, esetében is ö, a jövő generációnak is biztosítani kell azokat a szolgáltatásokat, azokat a színvonalat, hogy itt Cséforaszton jó legyen élni, és mindenki jól érezze magát ezen a településen.